Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazin műsora. Március 18-a péntek van, húsvétig ugyan van még egy hónapunk, nem sokára azonban egy különleges kiállítással hangolódunk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Hamarosan érkezik hozzánk Suga Tímea, aki egy hétvégi jótékonysági sportrendezvényt szervez Kardos Kolos megsegítésére. A híradó után pedig a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökével, Kisari Károllyal beszélget. Az Egyesület ugyanis nagyszabású flashmobot szervez jövő hétfőre. Vendégünk lesz a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatónője, témánk pedig az intézményben szerdán nyílt iskolatörténeti kiállítás lesz. Most azonban tojás dekorálás következik, ami hagyományosan női tevékenység, és a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepéhez, a húsvéthoz kapcsolódó szokás. Vendégem Mészáros Józsefné Ildike, aki a tojásfestés szakértője, és Dohanics László, a Kálai gyűjtemény vezetője. Jó estét, szervusztok! Köszöntünk, szeretettel! Köszöntünk. Hát abból az 1200 különleges tojásból, amit a Kálai gyűjteményben láthat majd a nagy érdemű, most jó párat elhoztál, Ildike, egyik szebb, mint a másik, és miközben készülöttünk, azt mondtad, hogy nincs két egyforma az 1200-ból. Igen, tehát egy tojásíró sem képes arra, hogy egyformákat írjon. Hát én is így vagyok ezzel, tök egy formát nem tudok írni, de jó is ez így, mert minden motívumnak megvan a maga jelentése, és nem lehet egy formát. Na egy picit azért mesélj arról, hogy mikor fertőzöttél meg ezzel a szenvedéllyel, ami ma már ugye művészet. Igen, hála jó Istennek megfertőzöttem vele, ha ezt így szabad mondani. Gyerekkoromban én ebben a néphagyományban nőttem fel, hogy az én vidékemen csak berzseltünk. És én nagyon szerettem a berzselést nézni a nagymamámnak, hogy ő hogy dolgozik, hogy csinálja, és én 9 éves voltam, és kiszerettem volna próbálni. Aztán kaptam rá lehetőséget, és onnantól kezdve lánykoromban, tehát folyamatosan én berzseltem már utána, és 20 éve elkezdtem viaszolni, mert nagyon megtetszett a viaszalírás, és itt látható egy része. Hát ez nagyon egyszerűnek tűnik így elmesélve. Rögtön az első próbálkozásod is ilyen fantasztikusan jól sikerült, vagy azért az még nem, egy kicsit kezdetlegesebb volt? Hát igen. A múzeum faluba kezdtem el, tehát akkor még egy-egy kacs volt, egy-egy tulipán, és ezt otthon gyakorolgattam, mert nem voltam megelégedve vele. Aztán egyre több mintát kezdtem el írni, és saját mintáim alakultak ki, de a hagyományos jelképkészlet, ami a világon egyetemes, 1200 darabos jelképkészlet van, és én azt is használom, tehát a saját mintaívemet kombinálom ezzel a jelképkészlettel. És hol lehet egyébként tanulni? Tehát van egy olyan, nem tudom, internetes csoport, vagy, vagy vannak különböző kurzusok a világban, ahol a hozzád hasonló tehetséges tojásfestők továbbképzik esetleg magukat? Én mondanám, hogy először kell egy tehetség, kell egy hagyomány szeretet, és onnantól kezdve, ha már nem fél a tojásoktól, a hagyományától, akkor autentikusan nekiáll, elmegy könyvtárba, elmegy, mint most is lesz a Kálai gyűjteménybe, múzeumfaluba, tehát skanzenekbe, és elkezdi csinálni. Tehát magától, ha nem érez rá késztetést, hogy csinálja, akkor az nem fogja. Lesz. Amikor azt mondtad, hogy kell hozzá tehetség, egyébként köszönöm szépen, én is kaptam egy csodálatosan szép kis könnyed tojást, ugye ki van fújva a tojás, tehát nem történhet az meg, hogy egy idő után aztán felrobban, mint ahogy nektek gyerekkorotokban a vitrínben, és ez a fajta könnyedség szerintem már azt is mutatja, hogy könnyed kézzel kell festeni, mert az ember egy picit erőszakosabb, akkor nyilván összeroppan a kifújt tojás. Így van, tehát ha kimegy a kertbe előtte dolgozni, teszem föl ásni vagy fát vágni, akkor nyilván a kezed elnehezedik, és nem fogsz tudni dolgozni a gicével. Tehát a gice. Mi az a gice? Egy fa rúdra van ráerősítve egy fém lapocska, sárga réz a legjobb, amit körbe tekernek sárga rész drótokkal, vagy éppen kenderkóccal, és azzal a kis
irókával írják a tojást, amit forró viaszba mártanak bele. Közben azon gondolkodtam, hogy olyan szép, hogy ezeket a hagyományokat életbe tartjuk, de hát már évek óta kongatjuk a vészharangot is, hiszen gyakorlatilag talán még a karácsony az, ami minden családban hagyományosan megvan tartva, de már a húsvét egy kicsit, mintha mostoha ünnepünk lenne, és az ilyen rendezvények és kiállítások is azok a lehetőségek, ahol esetleg egy picit ismét megfertőződhetünk az ünnep tiszteletével, szeretetével, azt gondolom, hogy segít abban, hogy a gyökereinket mégiscsak életben tartsuk. Laci, mi mindennel várjátok a Kálai gyűjteményben az érdeklődőket? Tulajdonképpen csak egy kis előzménye a dolognak, hogy 2021-ben volt egy online hímes tojás kiállításunk, szintén Ilike munkájából, és akkor mi elhatároztuk, hogyha a Covid engedi, és most már megszűnik ez a járványhelyzet, akkor ezt látogatók előtt is megcsináljuk ezt a kiállítást, és erre jött az, hogy ha már kiállításon, akkor legyen mellette kézműves foglalkozás is. Tulajdonképpen 4 napon keresztül regisztrációval lehet a csoportoknak, osztályoknak, és aki szeretné megtanulni Ilike felügyelete, illetve szakmai útmutatása mellett az írókázás, vagy éppen a berzselést, ezt meg tudja tenni. Honlapunkon lehet elnézést telefonon bejelentkezni, regisztrálni, és amellett ezt elsajátítani. Egy kedves együttműködő partnerünk, a Huba Éva, aki a adventi programunkra tavaly a úgymond a fotósarkot megvalósította, ebben az évben felajánlotta, hogy lesz egy húsvéti fotósarkunk is, ami a mai nappal már áll és berendezett. És milyen lesz, nagyon jól néz ki, főleg az, hogy van benne 3 táncoló mormota is, tojással, illetve kis mormotával, tehát ötletesen nagyon klasszul megcsinálta Éva, úgyhogy ez a mai naptól már látható is a gyűjteménybe, de nagyon készülünk arra, hogy a kézműves foglalkozás, a látvány és amellett a fotózás mellett mindenki megismerje még, aki nem volt a Kálai gyűjteményben, az állandó kiállításokat is. Közben azért azon gondolkodtam, hogy ugye most 1200 tojást láthatnak, nem tudom, hogy hány tojást festettél, írókáztál, berzseltél az elmúlt 20 évben. Otthon hány ilyen tojás van? Vagy ami most a kiállításon látható, azt te otthon tartod? Vagy hol vannak ezek? Igen, otthon tárolom őket, nagy dobozokban. Tehát ez azt jelenti, hogy a műhelyembe senki be nem jöhet, mert ugye könnyű dolog, könnyű fel is borítani. Dobozokban tárolom őket, és több mint 1200 darab van, de a kiállításon most per pillanat 1200 darabot fogunk kiállítani. Ugyanis én folyamatosan megyek festeni tojásokat, több meghíváson van, gyakorlatilag minden áldott nap oda leszek. Leszek Sóstói Múzeum faluba húsvét hétfőn, leszek nagypénteken Tokaji Bor Múzeumba, és nekem vannak otthon plusz tojások, hogyha megyek, akkor egy kis kamarai kiállítással én tudjak kedveskedni a meglévőknek, akik fognak jönni. Hát Ilike, én azt kívánom, hogy jó sokan locsoljanak meg, hogy el ne her vagy, mert erre a tevékenységre szükségünk van mindenképpen, és reméljük, hogy nagyon sokan elsajátítják majd az alapokat, hogy utána tovább fejleszék ők. És Laci, csak egy pár gondolat, mert az időnk lejárt, azért nem csak ezzel a témával várjátok a látogatókat. Így van, az állandó kiállítások mellett már szintén tavalyról emeltük át egy programot, ami elmaradt 2021-ben, ez a Máltai Lovagok Nyomában előadássorozat. Ez fantasztikusan jól sikerült az első 2, mert nagy népszámú létszámmal voltak érdeklődők. Ennek újabb állomása 23-a a Máltai Lovagok újabb története. Ez Kálai Búl, aki a Kálai család leszármazottja, aki maga is a Kálai család révén a Máltai, Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke volt 2005-2016-ban. Ő tartja az előadást, és mellette egy olasz úriember pedig a Élhető Rómáról, Olaszországról fog előadást tartani. Egy kis kóstolóval, olasz étellel és itallal fog mi kedveskedni a hozzánk látogatóknak, és még ami fontos, hogy húsvétot várva 3 előadásra kerül sor, március 30, április 6 és 13-án, itt 3 egyházat, a zsidó, a református és a katolikus egyház képviseletében előadást fogunk hallgatni, illetve egy kicsit bele tanulunk és megismerjük a húsvéti szokásokat, és ebbe a rejtelmekbe fognak bevezetni az előadók, úgyhogy ezzel is kedveskedünk a hozzánk ellátogatókhoz, de minden regisztrációhoz kötött, mert hál' Istennek, hogy szép számmal jelentkeznek a kíváncsi érdeklődők.
Nagyon szépen köszönjük Ilika és Laci, hát nagyon izgalmas, incsiklandozó, finom és tényleg kulturális értékekben gazdag programokról lesz szó itt a Kálai gyűjteményben. Köszönjük még egyszer, hogy itt jártatok. Köszönöm. Izgalmas filmforgatáson vett részt a Móri Zsigmond Színház társulata, a Lélekpark című misztikus thrillert Horváth Illés, a színház művészeti vezetője rendezte, a vele készült interjút láthatják most a következő percekben. Horváth Illés már 9 évesen is színpadon állt a Budapesti Kamara Színházban, azóta pedig közismert színész, szinkronszínész, színházi rendező, valamint a Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője. A Lélekpark az első olyan filmje, amelyet rendezőként jegyez. Horváth Illést arról kérdeztük, a feladat talált rá, vagy inkább ő maga kereste ezt a kihívást. Semmiképpen sem kerestem, teljes egészében rám talált. A Nemzeti Filmintézet kiírt egy pályázatot filmgyártó cégeknek, amelyben színházakkal együttműködve tudnak beadni pályázati anyagot egy film, egy játékfilm, egy televíziós játékfilm elkészítésére. És nekem egy régi barátom filmkészítéssel foglalkozik, van egy ilyen cégük, producerként, filmrendezőként is számtalan filmet tudhat már maga mögött, és ő megkeresett ezzel, tudta rólam, hogy itt művészeti vezetője vagyok egy színháznak, Nyíregyházán, hogy nem akarunk-e együttműködni, nem akarunk-e közösen alkotni valamit. Én pedig, mivel nagyon jó barátomról beszélünk, akit nagyon szeretek, örömmel kapva kaptam a lehetőségem. A Lélekpark teljes költségvetése, hogy egy korábbi interjúban fogalmaztál, olyan 142 millió forint körül van, és egy helyen úgy nyilatkoztál erről, hogy tévéfilmes büdzséből dolgozott a stáb, mégis egy nagy játékfilmes látványvilág elevenedik meg. Ez tulajdonképpen ez a 142 millió forint, ez sok vagy kevés egy ilyen filmhez? Attól függ, mit értünk ilyen film alatt, mert hogyha azt veszik, hogy egy televíziós film elkészítése, ez ahhoz nagyon korrekt összeg. Tehát azt gondolom, hogyha egy egyszerűbb forgatókönyvet írunk, vagy egy egyszerűbb filmprojektbe vágunk bele, akkor nagyon kényelmesen is meglehetünk volna ebből a költségvetésből. Tehát az egyszerűbb alatt azt értem, hogy egy-két helyszínen játszódik, 2-3-4-5 színész játszik csak benne. Nem kellenek hozzá számítógépes trükkök, és még rengeteg olyan dolog, tehát az irati filmnél nagyon szalad a pénz. Minél inkább olyan forgatókönyvet ír az ember, ami szerte ágazó, amihez bonyolultabb dolgok kellenek, akkor nagyon gyors elszalad. Mi ezt a szaladást választottuk, ezt a futóversenyt választottuk az idővel és a pénzzel. Most már utólag mutatom, hogy baromira jól döntöttünk, mert a filmnek olyan szakmai sikerei lettek időközben, amikről legvadabb álmaimban sem gondoltam volna. De mindenféleképpen egy nagy és rizikós vállalás volt ez a részünkről akkor, hogy válasszuk a nehezebb utat, válasszuk azt, hogy álmodjunk nagyot, és aztán ne sokat markol, keveset fog legyen belőle, hanem a nagy álmok valósuljanak meg, és ez megtörtént. Ez köztudomású, hogy a filmben a Móricz Zsigmond Színház társulatának valamennyi színésze szerepet kapott, sőt, ugye a színészek mellett más színházi dolgozók is feltűnnek a vásznon. A forgatókönyvíró kifejezetten az adott színészekre írták a sztorit, vagy pedig a már meglévő karakterekre lettek kiválasztva a színészek? Egyrészt ugye adott volt a társulat. Tehát nem úgy történt ez, hogy 100-150 színészből kikasztingoltuk a főszereplőket, hanem egy konkrétan megírt szerepre, hanem adott volt, hogy ezt ebben a színházban ezzel a társulattal fogjuk ezt a filmet elkészíteni. Ez már a forgatókönyv fejlesztésre minden bizonnyal hatott. Tehát mi ennek az információnak a tudatában voltunk az első perctől kezdve, innentől kezdve, amikor a belső Marcell és Csihar Arion, így hívják a forgatókönyv két íróját, két nagyszerű tehetségű fiatalember, amikor elkezdtünk velük együtt dolgozni, ezt azért mondom így, mert Odegnár Róberttel, illetve Vékes Csabával, a producerrel is rengeteg ilyen meetingünk volt, ilyen kicsit szinte már ilyen workshop-szerűen, de sok beszélgetésen, akkor így mondom egyszerűen, sok beszélgetésen át irányítottuk ennek a forgatókönyvnek a fejlődését, hogy merre menjen a történet, a karakterek még milyen rétegeket kapjanak, a személyiségük mennyire bonyolódjanak, a viszonyrendszerek mennyire legyenek emberszerűek, vagy különlegesek és érdekesek. És hát nyilván, mivel az arcok már megvoltak, mert tudtuk, hogy ki az a két főszereplő, akire szeretnénk építeni az egész filmet, Staub Viktória és Horváth László Attila, akik ennek a társulatnak kiemelkedő tehetségei, akkor nem hiszem, hogy ez ne befolyásolt volna már minket eleve, és ne rájuk gondolva fejlődjenek ezek a karakterek a forgatókönyvben. Szóval ez egy oda-vissza játék volt.
Igen, Horváth László Attiláról korábban így fogalmaztál, hogy fantasztikus, hogy itt van Nyíregyházán ez a színész, aki világszínvonalon játszik, és végre egy szélesebb körhöz is el tud jutni. Milyen érzés volt ilyen közegben együtt dolgozni ezekkel a színészekkel, akiket már egyébként színházi körülmények között megismertél? Hát nagyszerű meglepetés volt, hogy ennyire rutinosan mozognak a kamera előtt. Tehát, hogy valakik ilyen gyorsan át tudnak állni egy teljesen másféle színészi munkát igénylő feladatra, és hogy ebből semmiféle probléma nem származott, hanem új arcokat ismertem, mert új arcukat ismertem meg. Meg azoknak a színészeknek, akiknek, ahogy mondod, már azért sok munkán keresztül láthattam, hogy hogyan dolgoznak, és ismerem őket személyesen, és hogy mégis ennyi meglepetést tudnak okozni nekem, szerintem ez egy nagy dolog a részükről mindenféleképpen. És az, hogy ahogy idéztél, hogy így fogalmaztam, hogy szélesebb kör, hogy világszínvonalon játszik a Lackó, és hogy ez milyen jó, hogy szélesebb körben is megmutatkozhat, hát ez az most olyannyira megvalósul, hogy még tengeren túli fesztiválra is beválogatták a filmet versenyprogramba, és nagy nemzetközi fesztiválokon fog szerepelni. Úgyhogy a világszínvonalon játszó Lackó most az egész világ közönsége előtt fog játszani, szóval ez nem kis pályás dolog most már, úgyhogy amit szerettem volna, az bevált. A koronavírus járvány inkább segítette, vagy nehezítette ezt a történetet? Rettenetesen megnehezítette egy részről, és most nem is a gyakorlati dolgokra gondolok, a borzasztóan szigorú protokollra, amit be kellett folyamatosan tartani a szinte mindennapos teszteléssel és az összes egészségügyi óvintézkedéssel, amik nyilván a komfort érzetünket nem erősítették. Ugyanakkor meg az volt, hogy folyamatosan ott lebegett a fejünk felett a bárt, hogyha a stábból bárki elkapja, és a stábban elterjed a vírus, akkor áll a forgatás, és kész. És akkor rengeteg pénz kárba megy, és ez a lehetőség nem biztos, hogy visszajön, és nem biztos, hogy ugyanúgy tudjuk folytatni, hogy ugyanezzel a költségvetéssel rendelkeztünk volna. Szóval, hogy ez egy borzasztóan folyamatosan a fejünk felett lévő veszély érzés volt, ami hála Istennek aztán nem történt meg, és csodával határos módon, pedig egy elég kiterjedt stábról beszélünk, de hogy senki nem mutatott pozitív tesztet ez alatt a 19 nap alatt, ez nagyszerű dolog. De voltak dolgok, amikben segített minket, tehát például, hogy az állatkertben, ami ebben az időszakban pont el volt zárva a közönség elől, az állatparkot látogató közönség elől, ott mi sokkal szabadabban, sokkal nyugodtabb körülmények között és sokkal érdekesebb helyszíneken tudtunk és sokkal egyszerűbben dolgozni. Tehát már magát a forgatást megelőzően van egy olyan szakasza egy filmkészítésnek, hogy az úgynevezett snittelés, amikor még mielőtt megérkezne a stáb, még mielőtt belekezdenénk a tényleges forgatásba, az operatőrrel, Kisgravi Andrással és Odegnár Róberttel, a társrendezőmmel jártuk az állatkertet többek között, és ott terveztük el a filmet. Terveztük el a beállításokat, a kameramozgásokat, hogy egy jelenetet hány beállításból veszünk fel, milyen látószögből, és a többi, és ezt is kiváló nyugalmas körülmények között tudtuk bonyolítani, hiszen az állatparkban nyugalom honolt. Ennek ők nyilván nem örültek annyira, mert jobban örültek volna több százezer látogatónak és az abban származó jegybevételnek, tehát nem akarok ilyen az ő kárukra itt élvezkedni, de mindenképpen a film alakulását nagyban megsegítette ez a része a dolognak. A magyar filmpiacon ez, hogy skandináv típusú misztikus thriller, ez mennyiben újító? Vannak ennek hagyományai, vagy pedig egy úttörő vállalkozásnak számít? Hát úttörőnek talán az beképzelt kifejezés lenne úttörőnek nevezni, minden bizonnyal, illetve tudom, hogy vannak azért képviselői ennek a műfajnak is a magyar filmtörténetben, de az biztos, hogy ritkább vállalkozások közé tartozik. Tehát nem gyakori, hogy magyar filmkészítők ezt a műfajt választják ki maguknak, hogyha filmkészítésbe kezdenek. Tehát mindenféleképpen egy nehéz terep. Ez is egyébként drágítja a filmet, tehát ez egy drága műfaj, mert ez nagyon sok utómunka, nagyon sok olyan velejárója van, a számítógépes grafikai munkákat igényel, amik költségesek nagyon. Szóval nem mondom, hogy a leggyakrabban használt magyar filmes, tehát a magyar filmesek körében a leggyakrabban használt műfaj, de hát ettől is izgalmas volt számomra, hogy csináljunk egy vagányabbat. A Lélekpark című film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.
Második alkalommal szerveznek jótékonysági futást a Spuri Nyíregyháza kezdeményezői. Idén Kardos Kolos gyógykezelésére gyűjtenek adományokat. A stúdióban már itt van Suga Tíme, a jótékonysági futás szervezője. Szia Tími, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Futottál most is a stúdióban, mint ahogy mindig, szinte lélek szakadva, tehát állandó nyüzsgésben és mozgásban vagy. Hát ezt a rendezvényt azért már jó ideje szervezitek, és tulajdonképpen ugye azért második, mert korábban a pandémia miatt nem sikerült a tavalyi évben ugye folytatni ezt a kezdeményezést, akkor gyakorlatilag minden megvolt, amit korábban megszerveztetek, vagy teljesen újra kellett tervezni ezt az idei futást? Tulajdonképpen onnan indulnék, hogy 2019-ben, mikor volt az első Spuri Nyíregyháza, én úgy gondolom, hogy az olyan nagyvonalú rendezvény lett, tehát mi is hihetetlenül látunk előtte, hogy Nyíregyháza olyan szinten mozdult, megéltünk, hogy már a másodikat jóval könnyebb volt rendeznünk. Ugye 2020-ban mindent elintéztünk, ott voltunk a finishbe is, ugye sajnos ez előtte való héten jött a pandémia, úgyhogy így keresztül húzott mindent, és akkor tettünk ígéretet Kardos Kolosnak, meg a városlakóknak, hogy minden évben egyszer megrendezzük ezt a jótékonysági rendezvényt, de viszont itthon szeretnénk tartani az összeget, mert hogy Szabolcs megyében is sajnos annyi beteg gyermek van, és rászoruló, szerintem a legjobb helyre kerül most is. Meg én azt gondolom, hogy jó példa lehet akár más megyéknek, vagy más hasonló lelkes sportolóknak, mint amilyen te is vagy. Ugye többször voltál már vendégünk a stúdióban a saját eredményeit kapcsán is, tehát az biztos, hogy az a fajta küzdelem, amiben mondjuk te ugye a versenyeken ott vagy, az egyébként jó példa lehet akár a szülőknek, akik mondjuk egy sérült gyereket nevelnek. Beszélgettünk már erről korábban, hogy vajon mi is az benned, ami ezt mozgatja, vagy mik azok a visszajelzések, amik aztán utána újra és újra ilyen hasonló rendezvények megszervezésére sarkallanak. Hogy érzed? Hát én úgy gondolom, hogy gyermekkorom óta bennem van ez az önzetlen adakozási segítőkészség, sőt, szerintem túl sok is szoktam mondani, de hát így már közel az 50-hez nem hiszem, hogy változni fogok. Nem tudom, nekem az a mottóm, az életelvem, hogy jónak lenni jó. Tehát én jobban szeretek adni, mint kapni. Nyilván én ezt mindig drága szüleimnek köszönöm, mert én úgy gondolom, hogy mindenki ezt a gyökereiből hozza. És mi olyan szeretetben nőttünk fel, és olyan útmutatás volt anyukám meg apukám, hogy nekünk ez természetes. Tehát nem csak én, a testvéreim is ilyenek. Én abban is bízom, hogy aki elmegy mondjuk egy ilyen rendezvényre, és esetleg nem szívta magával mondjuk ezt a fajta szellemiséget a családban, mégis amikor egy ilyen kollektív jóságban van ott, akkor ez tovább tudja gördíteni, és esetleg ő már tovább tudja adni a családjának, vagy egy következő rendezvényen is ott lesz. Nos, nem sok időnk van, úgyhogy a mostaniról egy picit, tehát március 19-én a Sóstói erdőben lesz. Mit kell tudni, lehet-e még indulni, vagy esetleg külön adományokat felajánlani, hogy működik? Igen, tehát szeretettel várunk mindenkit, hála Istennek, hogy most már nincsenek korlátok, tehát úgy fog működni az egész, hogy reggel 8 órától regisztrációt el fogjuk indítani, ami nagyon fontos, nagyon szeretném hangsúlyozni. Ez egy jótékonysági családi nap lesz. Igen, lesz benne sportrész is, tehát lesz 4 kilométeres, 7 kilométeres futásunk, a gyerekeknek lesz két kategóriában, rövidebb, hosszabb táv, tehát mindenki jól fogja magát érezni, lesz benne zumba előadás, életmód tanácsadás, rengeteg étterem átmennénk, polgármester úr idén is elvállalta a fővédnökséget a rendezvények kapcsolatban. Ugye tudni kell, hogy mi nem vagyunk se alapítvány, se egyesület, mi csak egyszerű hétköznapi anyukák vagyunk, plusz van egy fiunk, aki lány, mindig szoktuk mondani, bécikénk, és mi összeálltunk, az első nagyon-nagyon jól sikerült. Én úgy gondolom, hogy az ideje az még jobban fog sikerülni, tanulva az első apróbb
kisebb, nagyobb bakiából, ugye ez az nekünk egy tanulópénz volt. Nagyon-nagyon szeretettel várunk mindenkit. Én úgy gondolom, annyira bocsáss meg, a regisztrációval segít tulajdonképpen az, aki eljön? Tehát az igen, az a regisztrációnál, a regisztrációnál lesz egy adományláda. Tehát itt nincs meghatározva a részvételi díj. Itt ezen a napon tulajdonképpen minden ingyenes lesz. Mindenki a saját pénztárcájához méltán tud adományozni, akár egy ételjegyért, akár egy programnál, akár, tehát több helyen lesznek kirakva adománygyűjtő ládák, semmilyen kötelezettség nincs. És én úgy gondolom, hogy az első évben is pont ezért volt olyan sikeres az egész, mert nincs az emberekre ráterhelve semmi. Egy nagyon fontos dolog, ugye Kardos Kolos most 5 éves, és egy izomgyengeséggel küzd. Mit tudunk tulajdonképpen arról, hogy neki milyen segítségre van szüksége, milyen orvosi beavatkozásra ahhoz, hogy javuljon az állapota? Neki folyamatosan fejlesztésre van szüksége, folyamatos kezelésekre van szüksége, amik rendkívül költségesek, és mi személyesen ismerjük a szülőket, és azt tudjuk mondani, hogy erőn felül mindent, de mindent megtesznek, hogy a kisfiúnak az állapotát, ha nem is tudják javítani, de legalább szinten tartsák, vagy kisletessék esetleges végkimenetelét a dolognak, a betegségnek. Igen, igen. Timi, nagyon szépen köszönöm. Én azt is gondolom, hogy amikor ott az erdőben ott lesz az a sok ember, aki nem csak azért megy ki, mert jó idő lesz hétvégén, és nem csak azért, hogy fusson egy 4 vagy egy 7 kilométeres kört, hanem tudja, hogy annak a kisfiúnak és a szüleinek ez milyen sokat jelent, akkor azok biztos, hogy nagyon ugyanolyan szerető szívvel lesznek jelen, mint ahogy ti ezt szerveztétek. Köszönöm szépen. Én köszönöm, és szeretettel várunk benneteket is. Kedves nézők, ezzel véget ért a Weekend első része. Maradjanak velünk a híradó után is, ugyanis a Rejtett Kincsek Down Egyesület flashmobjával folytatjuk, majd a Jókai Imor Református Általános Iskola jubileumi kiállításáról beszélgetünk. Kedves nézőink, folytatódik a Weekend. Március 21-e a Down-szindróma világnapja. A Rejtett Kincsek Down Egyesület egy nemzetközi szervezet felhívásához csatlakozva Flash Mobot szervez többek között Nyíregyháza belvárosában is. Vendégünk pedig Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke. Szia Kacsi, jó estét! Szia, jó estét! Hát nagyon-nagyon sok mindent szerveztetek ugye az elmúlt években, és azok mindig egy picit meglepőek voltak, de gondolom, hogy ez a cél, hogy akár meghökkentsenek, vagy akár milyen módon egy picit felhívják a figyelmet, az emberek odakapják a fejüket, és hogyha odakapják, akkor esetleg el is időzzenek, és talán akkor olyan információkat kapnak, amit esetleg korábban soha. Jól gondolom? Hogy ez a cél? Igen, egyrészt ugye ez jó, hogyha vannak ilyen új dolgok. Azt gondolom, hogy saját szórakoztatásunkra is ugye találunk ki évente dolgokat, de ugye van egy állandó, hogyha a világnapot nézzük, ez a felemás zokninak a viselése. Most már azért több mint 10 éve ez így megy. Ez is érdekes, én talán 2 éve értem rá, hogy miért ez a jelképe. Igen, de mi ennek az üzenete? Az, hogy a két zoknit, hogyha ugye valahogy így áll a két zokni, hogyha a sarkaival összeteszed, az egy X. Aha. És ugye itt a Down világnap a 21-ös kromoszóma 3 felé osztódása, ugye a Down-szindróma okozója, ezért a 3. a 21-én van a világnap, és akkor így valahogy ebből rakták ki, és ugye itt azért jelképezi azt, hogy különböző színű zoknik, de az egy pár, szóval, hogy azok összetartoznak, úgyhogy valahogy ez a felemás zokni ezért lett egy szimbóluma a Down-szindróma világnapnak, úgyhogy ez, én még egész évben úgy hordom a zokniaimat, már korábban is ez egy nagyon praktikus viselet, mert sose keresem a zokniaim párját, de utána kitalálták, hogy ez nem is baj, hogy így hordom, úgyhogy ez egy visszaigazolás nekem, hogy ez így oké. Okay. Van egy másik olvasata is, mert nyilván most mindenki a saját lelkéből elkezdhet asszociálni, de hát, hogy az, ami látszólag nem tökéletes, vagy nem olyan, mint amilyennek gondoljuk, hogy lennie kellene, az még funkcionálhat teljes tökéletes módon, és el tudjuk fogadni, hogyha egy idő után hozzászokunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk éveken keresztül nem foglalkozik azzal, hogy milyen az oknia, akkor annak ez nem probléma. Tehát, hogyha megtanuljuk azt, hogy
hogy a másság is lehet szerethető, elfogadható és teljes mértékű és minőségi életet élhetnek azok az emberek, akiknek valamiből esetleg kevesebb jut, és lehet, hogy egy másik dologból meg több, akkor sokkal egyszerűbben élhetjük az életünket. Azok is, akik esetleg azonosan hordják az okniukat. Na, de hát nem azért hívtunk el, hogy... De jól elmondtad. De ugye milyen jó kitaláltam. Na, de remélem, hogy a nézők is gondolkodnak ezen, hiszen ez egy érdekes játék is lehet. Minden esetre ugye azt tudjuk, hogy itt Nyíregyházán, illetve az országban is nagyon sokat tesztek azért, hogy akár a Down-szindrómával született babák, akár az összes többi olyan gyermek, akinek valamilyen problémája van, elfogadott és a többségi társadalom szabályaiba jól be tudjanak illeszkedni, együtt tudjanak élni, és egy boldog életet éljenek. Most mi lesz pontosan a program? Tehát az, aki kimegy majd a Kossuth térre 14 órakor, az mivel találkozik? Ugye ezt a felvezetőben is elmondtad, hogy mit most csatlakozunk egy európai kezdeményezéshez, és hát majd 10 vagy több mint 10 ország, 30-40 városába, köztük Párizs, London, Brüsszel, Róma, Bukarest, van egy tánc, amit elindítottunk, hogy betanulunk, és ugye akkor itt hétfőn 14 órakor a Kossuth téren együtt felemás zokniban eltáncolunk. Itt a Kalapos Tamás vállalta, hogy aki nem tudja, hogy a közösségi média oldalunkon ugye ott vannak ezek a lépések, uh-huh. Már akár most lehetne gyakorolni, de hogyha valakinek ez nem sikerül, csak odaesik, akkor is lesz egy kis bemelegítő, ugye Tamás és hát a csapata által, és hát én remélem, hogy sokan leszünk, megszólítottunk iskolákat, közösségeket, és hát bízom benne, hogy egy rövid időre egy ilyen együttmozgás, egy együtt gondolkodás lesz. Ugye én gyógypedagógus vagyok, tehát mondhatnám, hogy a témában benne élek. De egy kicsit úgy tűnik, hogy azért a laikusok számára is most már a Down-szindróma, minthogyha tényleg nem lenne olyan különleges, illetve nagyon sok olyan kezdeményezést látok, akár például különböző világcégek, ugye Down-szindrómás modellekkel reklámoztatnak különböző termékeket, szépségversenyen indulnak ezek a gyönyörű kislányok. Tehát, hogy jól érzem, hogy sokkal inkább elfogadottá vált mondjuk egy Down-szindrómás gyermeknek a születése, vagy azért ezt megcáfolod? Én azt gondolom, hogy Magyarország is egyre nyitottabb ebbe a történetbe, világviszonylatban is ugye azért vannak ebben jelenjáró nemzetek, országok, akik már régóta foglalkoznak ezzel. Ugye itt én az időt emelném ki, azért Magyarországon talán egy ilyen 20-25 éve léteznek civil szervezetek, akik komolyan gondolják azt, hogy a fogyatékossággal élők ügyét, nem csak a Down-szindrómával élőkét így felvállalják. Nagyon sok szülői szervezet alakult, például értelmi fogyatékossággal élő gyerekek érdekképviseletére, és a legjobban én azt gondolom, hogy a szülők tudják a saját gyerekeik érdekeit képviselni, és talán ez látszik, ez a változás, ez elkezd látszani. Én, ugye, ami nekem nagyon fontos ebben, hogy attól, hogy valakinek van Down-szindrómája, ez olyan, mintha valakinek van fehér cipője, meg kék cipője. Ez egy tulajdonság, vagy hosszú haja, vagy rövid haja van. Önmagában a Down-szindrómás ember nem maga a Down-szindróma. Szóval, hogy neki ez van, oké, de hogy ezen kívül ő Peti, Pisti, Eszter, vagy valaki. És azért jók ezek a kampányok, amiket így megemlítettem, mert talán ez így olyan világban történik, ami különleges, amire jobban odafigyelnek. Én nagyon szeretném, hogyha ezek a hétköznapban is egyre jobban begyűrűznének, és mondjuk egyre több munkahelyen találkoznánk, akár Down-szindrómával élő emberrel, akik nem védett vagy elkülönített munkahelyeken, hanem ott dolgoznak együtt a többiekkel. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, ezzel még soha nem gondolkodtam, hogy valóban egy Down-szindrómás nem egyenlő a Down-szindrómával, mint ahogy egy cukorbeteg emberre nem úgy tekintünk, mint a cukorbetegségre, vagy egy vérnyomás problémával élő emberre, nem úgy, mint egy
mint magáról betegségre, hanem ugye az ember az, aki elől van, és csak a tulajdonságai követik őt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó üzenet lehet. A Csodavár, ami szintén a 21 szám alatt található, nem véletlenül a Szent István utcán, most ugye meg is újult, új környezetben várja a gyerekeket, azokat, akik éppen nagyon jól vannak, tehát semmi problémájuk nincs, vagy azokat is, akik éppen most valamilyen problémával küzdenek, hiszen ugye ez is az integráció szellemében épül, tehát együtt van mindenki, szülők, felnőttek, gyerkőt. Készültek-e valami különlegességre most itt a Down-szindróma világnapján esetleg, tehát magában a Csodavárban? Igazából az a Csodavárban nem, ez az utcára vonulás lesz, ugye azokat a családokat is megszólítjuk, akik hozzánk járnak. Szeretnénk minél több dolgot így az intézmény falán kívül is csinálni. A Csodavár meg fog jelenni a Kossuth téren, hiszen van egy kis háromkerekű motorunk, amin ott vannak a feliratok, és onnan fog jönni a zene, úgyhogy egy ilyen cuki része ott lesz a Csodavárnak, de maga az intézmény nem. Nos, hát Karcsi, akkor biztatjuk a nézőket, hogy 14 órakor legyenek ott, nézzék, vagy akár vegyenek részt, táncoljanak, és nem kell megijedni, mert szerintem mindenki képes lesz elsajátítani a tánclépéseket. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És köszönöm. Kedves nézők, valami népi címmel jelent meg Recsó Krisztián legújabb kötete, a könyvet csütörtökön mutatta be az író Nyíregyházán, a szerzővel Viraszkó Szilvia beszélgetett. Szerintem mindenki megkérdezi tőled azt, hogy miért lett ennek a könyvnek a címe az, hogy valami népi. Elég pimasz cím szerintem, ezért szerettem bele. Ez a kötet 25 év után egy tisztán novellás kötet, a Pletykanyó óta az első. Egy olyan könyv, ami valamilyen módon a gyökereimmel újra számot vet. Lehet, hogy azért, mert apa lettem, és akkor tudod, ahogy át kell adni, mégiscsak úgy érzed, hogy azt, ami a te identitásodban, származásodban fontos, azt megpróbálod valahogy a gyerekednek is átadni, az értékrendedet. Lehet, hogy ezért, ki tudja, de előkerültek ezek a régi történetek, előkerült az otthonkeresés, az örökös úton lét, valahova való megérkezés, tehát hogy ezek állandóan, ugyanez időben, 30-as évek, 50-es évek, hogyan tükröződik a mában. Nem olyan történeteket írtam, ami mondjuk, ha a cselédvilágban játszódik a 30-as években, akkor is a mában van kifutása. Ugyanígy a 40-es, 50-es éveknek, itt van a bőrünkön. Tehát ezek olyan történetek, amelyeknek a következménye az a mi életünket befolyásolja. A ciklusoknak nagyon fontos szerepe van, tehát hogy ilyen értelemben mondjuk a fehérben fehér ciklus, amiben ez a novella is van, az ezeket a történelmi korokat vetíti a mára, aztán van egy olyan, hogy a helyek ciklus, az meg nagyon személyes, vallomásos. Tehát lett egy ilyen szerintem eléggé súlyos kötet, amiben mégis van egy elemi derű az élettel, a léttel, az örökléssel kapcsolatban. Eddig nagyon jól fogadják az olvasók. Az a helyzet, hogy nem lehet eléggé tisztelni az olvasót. Mindig meglepődök, hogy minél nehezebb feladatokba botlik az ember, annál nagyobb lelkesedéssel kezdi el bontani. És olyan elhivatott olvasókkal találkozom, olyan sok ember nem akarja feladni, és azt mondja, hogy nem fog besímulni, nem fog fölhígulni, és azért is tartja magát szellemileg, lelkileg, akármi van körülöttünk, vagy éppen azért, próbál egyben maradni, és ez az egyben maradásnak az egyik záloga lehet a kultúra, és hogy akkor figyel, és hogy most talán ebben egy ilyen fontos dolgot megéreztem, vagy megérzett a kötet önmagában, ezt a fura magányt, amiben élünk most, hogy mennyire magunkra vagyunk hagyva, miközben hát tömegesen történik velünk ugyanaz, és ebben az ugyanazban vagyunk roppant egyedül, és ennek a sorstalan ütődésnek ennek sok szövege van a valami népiben. Reményeim szerint mondom, ezek nehéz témák, de mindet valami derű áthatja. Jól tudom, hogy most középiskolásokkal találkoztál itt Nyíregyházán? Két körben is, most nyírségi túrán vettem a részt. A Tiszavasváriban kezdtem az ottani gimnázium gyerekeivel,
és utána jöttem az Zrínyibe, utána itt találkoztam a gyerekekkel, nagyon-nagyon fölvillanyozó volt mind a kettő, és természetesen mind a kettőben az a helyzet, hogy az érdemi munkát a pedagógusok végezték el természetesen. Tehát az, hogy oda bemész, és a csillogó szemű gyerekek vannak, akik olvasnak, irodalmi vetélkedőkre járnak. Hát a Zrínyiben a gyerekek egy része, aki megnyerte a Verából, a regényemből tartott irodalmi vetélkedőt, nem tudott végigmaradni, mert már ment a következő reggelbe ma. Tehát, hogy elhivatott gyerekek, akik zenélnek, írnak, alkotnak, kiállnak a tanáraikért. Önálló gondolkodásra, világmegváltásra, képesek. Tehát egy jó kis generáció ez. Nyilván, hogyha kapnak megfelelő lehetőséget, levegőt, fantáziát, világot, és ez nyilván azon múlik, hogy mind Tiszavasváriban, mind itt remek tanáraik voltak, meg vannak, és ez most egyre nagyobb kincs. Ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kell becsülni, legalább nekünk. Tehát ha mi, legalább a társadalom azt mondjuk, hogy a mi megbecsülésünk a tanároké, akkor ha már ez semmilyen más formában nem jelenik meg, legalább így megjelenik. Korábban itt valami népi előtt verses kötetek voltak, ugye most novella, és akkor ezután regény következik majd? Mind dolgozol most? Elvileg az következne, de egy kicsi pihenőt tartok, és egy kis színházi munkában vagyok benne. A Rutka Róberttel készítünk egy oratóriumot, egy zenés-irodalmi kórusművet, hogyha így pontosabb. A debreceni görögkatolikus kórusnak írjuk, és Debrecenben lesz az ős bemutatója, és utána a Magyar Zeneházában Pesten remélhetőleg többször is találkozhatnak vele több helyszínen. Az egy kórus család, ifjúsági kartól kezdve férfi és női vegyes karonát, és hát ez az lesz a cím, hogy Ajtók, és egy ilyen önkereső, önismereti dalok, szövegek, irodalom lesz benne. Én szerintem szépen épül, remélem, hogy szeretni fogják. Elég rendhagyó ügy, mostanában kevés oratóriumot hallok, hogy születik, de igazából egy egészen emelkedett zenei környezetben mai problémákról, mai helyzetekről, mai nyelven megszólaló, az irodalom lubickol ebbe a környezetbe, úgyhogy ezt érjük most nagy erőkkel. Reméljük készen leszünk, mert már nagyon haladni kéne. Idén 115 éves a Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola. A jubileum alkalmából iskola történeti kiállítás nyílt az intézményben. Vendégünk az iskola igazgatója Mócsánné Nagy Ágnes. Szia Ági, jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek, szia! Hát 115 éves, azért ez a kor már bizony kötelez, de én úgy gondolom, hogy azért az iskolában folyó mindennapi élet, a tanítás, az eredmények azok olyan csodálatosak, hogy lehet, hogy nem is kell a túl nagy reklám az intézménynek, egy népszerű iskoláról van szó. Ó, egyébként köszönjük. Mi alapján választják a szülők? Hogy érzed? Hát mi ezt időről időre megkérdezzük tőlük, nyilván kutatjuk. Fontos nekünk azért, hogy mindig tudjuk a miérteket is, meg az iskola felhasználók és a családoknak a akarata, érdeke, az mindenképpen fontos. Én gondolom, hogy vonzó a keresztény értékrend. Ez egy ökumenikus iskola, nem csak református gyerekek járnak hozzánk, de fontos, hogy a kettős nevelést elkerülendő, olyan családokból érkezzenek oda gyerekek, akik magukénak érzik ezeket az értékeket. Én tanítottam nálatok, és ugye aki nem pedagógus, és kívülről becsöppenő, és előbb-utóbb elsajátítja többek között a köszönést, az áldás, békességet. És aztán sokáig gondolkodtam rajta, hogy amikor az ember ezt olyan sokszor hallja, tehát tényleg mint egy áldás, mint egy varázs, igen, hogy az valóban elkezd működni, és hogy a gyerekek szájából is, hogy ez egy természetes jó kívánság egymásnak, úgyhogy hogy úgy gondolom, hogy aki ezt megtapasztalja, az tudja, hogy miért jó, hogyha a gyermeke ebben a szellemiségben nevelkedik. Mind a mellett egy másik dolog, és utána hamarosan beszélgessünk a kiállításról, nyilván valóan 115 évvel ezelőtt még az iskola keretei elegendőnek bizonyultak, tehát a befogadó képessége, de hát ugye most már maga a templom melletti intézmény az már
kicsi az egész iskolának, hiszen nem csak itt, hanem a Színház utcán is vagytok. Nem lenne jó egy közös nagy épület? Vagy esetleg ez nincs ilyen vágyszinten meg a vezetőségben, illetve az ott dolgozókban? Ez nagyon jó kérdés. Én amikor 6 évvel ezelőtt ennek az intézménynek a vezetésével szembe találtam magam, akkor ilyen heves, lelkesült Jóka isként, mert hát már azért jó néhány évtizede ott tanítok. Ez volt a célom. Intézményegyesítés. De egy belvárosi iskolánál a lehetőségek is mások, de mindenképpen megpróbálkoztunk vele, pályázatokon indultunk, hogy ott összesűrítsük a Jókait, aztán kiderült, hogy ez nem jó ötlet. Most már tudom, hogy nem. Hogy az alsó tagozatosok a legkisebbek a templom mellett, abban az igaz, hogy öreg épületben, de nagyon szép környezetben, a város szívében, ott mindentől karnyújtásnyira ott jó helyen vannak, kicsit jobban biztonságban vannak, és a Színház utcai épület egyébként pedig a Bethlen Gábor utcán van a legősibb épületünk. Az pedig a Bethlen Gábor utcai része az a történelmi hangulatával, és a Színház utcai meg nem sokára a modern 21. századi eszközeivel az jó terep, és megmaradtak az udvarok, és ez a városközpontban, valljuk be, nem egy hátrány. Ez egy nagyon nagy áldás valóban. Közben a nézők itt láthatnak különböző képeket, ugye már magáról a kiállításról is, és ahogy itt elmondtad, valóban a gyerekek jönnek ebből az ősi történelmi épületből, és eljutnak a 21. századi modern iskolába, tehát mindenki végigjárja ugye ezt az utat. A 115 év legkülönlegesebb pillanatait mutatja be a kiállítás. Gondolom, hogy azért nem volt egyszerű ezt úgy összeválogatni, hogy ne legyen túl sok se, de azért mégiscsak informatív legyen, és azért a tisztelet ott legyen a nagy történelmi események felé. Hadd mondjam el, hogy a tantestületünknek van egy tagja, Jézs Gábor helytörténész, aki hűséges kutatója a város történelmének, és nem csak a város, hanem a Jókai történetének. Úgyhogy egyébként is elhatároztuk ezt, múltidézésre szükség van, visszanézni szükség van, meg kell idézni, tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, és ez hát biztos, hogy nem véletlen, hogy egy héttel a új épületünk átadása előtt történt ennek az iskola történeti kiállításnak a ünnepélyes megnyitója. Látnunk kell, és a gyerekeknek meg főleg, mert hogy ők itt a középpontban, ők vannak, hogy honnan jöttünk. Ez egy olyan iskola, hogy 115 esztendővel ezelőtt 35 matrózruhás, fűzőcipős kisfiú ült a református templomban, 35 fővel indult el ez a polgári fiúiskola a református egyház támogatásával. Ez is mennyire nem véletlen. És egy Bartók Jenő nevű református lelkész vetette fel az ötletét a polgári fiúiskolának. Aztán ez az iskola kibírt 2 világháborút. Ez az iskola volt magániskola, polgári iskola, községi iskola, és hát ez is biztos, hogy nem véletlen, 1995-ben református iskola, és azóta nagyon sokszor volt, hogy szűkek lettek az épületei, és most is minden szeptemberben vannak a templomban, most már újra a református templomban a tanévnyitó tiszteleten elsős diákok, de most már nem annyira férünk el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az is, sok kollégám mondta tegnapi nap után, az iskolatörténeti kiállítás megnyitója után, hogy hát ezen olyan ritkán gondolkodunk el, hogy egy ilyen intézmény, és akkor ez a tényleg a második otthonunk, amelyik ilyen történelmet tudhat maga mögött. Ez most egy kicsit úgy meg is ütött minket a felelőssége ennek, meg az egésznek a jelentősége. Igen, érdekes ez, hogy ugye a hétköznapok rohanásában sokszor észre se vesszük, hogy milyen kincsek vannak a kezünkben, vagy körülöttünk, tehát hogy ahhoz vagy le kell ülni, vagy meg kell adni az ünnepnek a szentségét, hogy az ember egy kicsit
értékelni tudja azt, amivel rendelkezik. Úgyhogy ez szerintem meg nagyon jó, hogy, hogy nem csak a mindennapi nyűgökkel, meg tényleg azért az elmúlt két év a pedagógusok és a diákok számára is hát egy nagy próbatétel volt sok szempontból, és sokszor a küzdésről szólt, nem pedig az ünneplésről vagy a túlélésről, és egyáltalán hát olyan a világ is, tehát ahhoz kell, hogy egy kicsit tudjunk ünnepelni, együtt lenni és erőt gyűjteni azokból a közösségekből, ahol meg alapvetően a tisztelet meg a szeretet dominál ahhoz, hogyha valaki például annyi ideje vagy hosszabb ideje tud egy tantestületben működni, mint ahogy te is. Milyen jók ezek a pillanatnyi megállások, meg most is, hogy beszélünk, mert tegnap is azon a megnyitón és az igei köszöntésből is, amit Esperes úr mondott, és Ulrik Attila alpolgármester úr, aki történész is, szavaiból is mindig ilyen új ablakok nyíltak, hogy igazán ez van, amit mondasz, hogy mennyire jól érzed, hogy a pandémia az ilyen minden nap csináljuk a dolgunkat, aztán most, mikor készültünk erre a kiállításra, közben a háború híre, a gyerekeknek szüksége van a biztonságra, az azzal való törődés, és egy kicsit úgy éreztem, hogy ez nem kell, de igen kell. Tehát nekünk ott kell tenni a dolgunkat, ahol éppen vagyunk, és nekünk az a feladatunk egy iskolában, hogy ott a gyerekek a hétköznapokat éljék. És a biztonságot éljék. Igen. Ági, nagyon szépen köszönöm. Én azt kívánom, hogy ennek a jubileumi esztendőnek legyenek még ilyen meghitt, vagy akár hangos, és csillogó, és szeretettel teri ünnepei együtt gyerekekkel, társakkal, szülőkkel, felnőttekkel. Köszönöm, hogy itt szívből voltam. Köszönöm. Áldás békesség. Áldás békesség. Kedves nézők, és egy iskolai témával folytatjuk, illetve búcsúzunk. Rendészeti képzésben tanuló középiskolásoknak rendeztek megyei verseny Nagykálóban. Az elméleti feladatok mellett több szakmai ügyességi gyakorlatot teljesítettek a fiatalok. Idén 7 intézmény vett részt a versenyen. Ezzel búcsúzom önöktől, tartsanak velünk a jövő hét pénteken is, viszontlátásra! Tiltott tárgyakat keresnek éppen a rendészet és diákok az idei megyei versenyen. A feladat nehézsége, hogy 5 perc alatt 10 oda nem illő tárgyat kell találniuk, majd a zárkát vissza is kellene rendezni. A nagykálói Budai Nagy Antal Technikumi Szakgimnázium 5. alkalommal adott otthont a megyei rendészet és középiskolások csapatversenyének. Idén 7 intézményből érkeztek a fiatalok. Nagyon jó dolog, hogy eljönnek ide az intézmények a legjobb diákjaikkal, és itt egy nagyon jó hangulatú versenyen megmérettetnek, és hát a csapatvezetők is nagyon izgulnak, hogy melyik csapat végez éppen ebben az évben az élen, presztízskérdést csinálnak belőlem. Mindig az elméleti feladatlap az első, amit a gyerekek kitöltenek, utána pedig körforgásszerűen minden állomáson megjelennek, képviselteti magát a katasztrófavédelem, tehát kinn az udvaron tűzoltóautót szerelnek a gyerkőcök, itt van a büntetés végrehajtás, a rendészet is, hát fizikálisan és itt a hátunk mögött látható, hogy az evezőpad és a kerékpár, ami 12 percig nyomnak. Én most végignéztem egy csapatot, hát rendkívül megterhelő fizikálisan, illetve lövészeti versenyrész is van, ott is vannak most csapatok. 4 fős csapatokkal indulnak az iskolák, plusz egy csapatvezető, aki értelemszerűen felnőtt. Az intézmény maga nem vesz részt a feladatok összeállításában, hiszen magunk is indítunk csapatot, és nehogy szó érje a ház elejét. A Nyírbátori Kiképző Központtal vagyunk nagyon jó kapcsolatban, és ők segítenek nekünk ebben. A verseny változatos és izgalmas, igazi próbatétel a fiataloknak. A megmérettetést a Nagykálói Intézmény minden évben a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei rendőrfőkapitánysággal közösen szervezi. A csapatszellem, az együvé tartozás, a szakmai ismeretek bővítése, illetve megszilárdítása mellett. Ez a verseny nagyon jó arra, mint ahogy mondtam, volt az országos versenyre felkészítsem, illetve még mélyebb belátást adjon abba a rendőrszakmai vagy rendészeti munkába, mint amelyre ezek a fiatalok készülnek vagy készülhetnek. Szabolcs-Szatmárberegben 11 intézményben van rendészet és közszolgálati ágazati képzés. A nagykálói Budaiban a tanulók közel fele jár ilyen tagozatra. A felvételi része minden évben a szakmai irányultságú műveltségi írásbeli vizsga mellett egy fizikai alkalmassági, valamint egy egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat.